Sziasztok, én Pezi vagyok, és újra GTA 4. Na, akkor beszállok a kocsiba és elindulok keresni magamnak valamit ennivalót. Amint látom, a játék megint gonosz, és nem adja be a küldit. Ágám. De hát ezt már kezdem megszokni. Úgyhogy autókázok egy kicsit a környéken. Hogy fosik mindenki? Ajajajaj, ops, na hát ez nem jött össze. Jó. Na oké, most rászhatom le a zsarukat. Hát ez egy most nagyon kedves, de legalább akkor lelépek, aztán tudja ad küldit. Ah, azok jönnek. Na most már azért megálltok, jó van, kimegyek körből, kaptam egy SMS-t a Lattól. Itt meg is lesek. Jó. Most adja be. És tényleg, el kell menni onnan, hogyha... Igen, el kell menni onnan, és csak úgy adja meg. Gonosz, nagyon gonosz. És tépetek vissza. Na jó, ez a kocsi. Na tényleg jó, nagyon szeretem. Na, hiperfékezés. Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street thinks in this country business is done different. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Personal! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Jó, akkor irányom mosoda. Nem mintha koszos lennék. Ha, micsoda poén volt. Na jó, van, akkor induljunk el. Na jó kis kocsinka. Na nincs is messze a mosoda. Egy kanyar, meg még egy, az kész. Egyre jobban megy ma a vezetés. Na itt is vagyok, és sajnos itt kell hagynom ezt a kocsit. Ajjaj, az szomorú. Jaj! Hát igen. Persze menekül. Tudja mit vár? Tudja mi vár rá? Jaj, feketőr nem hiszem el. Az pedig nyitva van egyébként. Csak az egy szar, az nem megyek, inkább megyek ezzel. Jó kis BMW-vel. Na én az a jó, hogy még átkelén vagyok és nem húz el, hanem megvár. Ez nagyon kedves. Ja, jó oké. Ott megy. Jó, most azt hiszem felbullok. Most ha felborultam volna, elég szopás lennem, akkor tud tuti itt hagyna. Az ennyit nem vár rám. Jó, hoppá, na majd utol is értem. Kicsit meg kell dolgoznom. Neki kéne tolni a falnak. Na, ez az. Na majd már ez nem elég. Ez az. Picsáma. Nem igaz. És ilyen jó bírja. Jövőm, nem volt elég ennyi? Falnak ment, hát megpróbálom ezt a halfarok technikát alkalmazni, bár nem jött össze. Wow. Micsoda korrigálás volt ez. Na, neki ment volna, és megy tovább. De az anyádot. Na, végre. Én is ezt mondom. Mikor milyen meggyőző személyiség. Hát akkor is mehetek ezzel a BMW-vel. Vissza Vladhoz küldi ér. Jó. Ó, ez nem fog összejönni. És tényleg nem, és
Oké. Hoppá, vezetni azt úgy tűnik, én nem tudok. Csak azt a jó kis kocsit, többi az, az nem megy. Ja, nektek jó hangjom. Na, ez sok volt. Na jó. Ez ki... Mindegy. Majd egyszer meg úgyis megszokom újra a GTA 4 vezetését. Na, szembe se abba, csak azért, mert laza vagyok. És megint egy szuper fékezés, ezt úgy bírom. Nagyon jó. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, de én Nico helyében már rég jó pofámozta volna Vladot. Bár jó, tényleg nem teheti, mert a tesója lóg neki, és akkor megtorolná, aztán csak megszívnák, de akkor is ilyen idegesítő egy köcsög. Szerintem ezt tudja magáról, és azért csinálja. Ehaj. Na jó, akkor most mehetünk kicsit metrózni. Fel a lépcsőn. Hogy fut fel a lépcsőnünk is, és aranyosan. Na, akkor most megvárhatom. Ha jó, ilyenkor egyből jön, és nem kell várni. Mikor pihen egy kicsit. Mindenki van aranyosan vár, ezt nézi nekem ki a fejükből. Jó, akkor beszállok. Itt. Ne! Átmentem rajt! Úristen! Baszki! Na hát ez most meglepett. Ez durva volt. Ez epic. Na hát most megbocsájtatok, én ezt elnyomom. Mert hát... Na, ne nézzük már végig a hosszú vonatot. Na itt is vagyunk. Ez is Honda CRX. Ja. A magyarításban Honda CRX. Amúgy Blista. Azt hiszem. Ja. Na most ott szaladgálhatok, mondjuk nincs messze az a jó. Ezt így ide rakták. Ott most se a kocsiját csinált, törölgeti. Na, el is viszem. Szia! Azt, ja, fönnakadt egy feka a kocsimon, ezt úgy szeretem, amikor fönnakadnak, megyek velük, és akkor egyszer csak leesik, pattolják, és itt a betonon, az tacs.
Na de azért... Ez az. Megdolgoztam őket egy kicsit. Ne geci. Ja, nem bántottam őket tényleg. Csak kicsit elütöttem mindkettőt, de hát istenem. Ja, most mehetek az autómosóba. Nem is koszos egyébként, de mindegy. Valami meg kell mutatni a játéknak az autómosót. Amit én speciál játék során egyszerűen használtam, de hát minek. Úgy sincs egy olyan autó, amit tovább használnék fél óránál. Mindent úgyis ott hagyok, vagy szétbaszom, vagy hogy nem kell, hogy ellátok jobbat, azt azzal megyek. Szóval nagyon értelmét nem láttam, de hát jó, hogy van. A festő még jó, az kell minden GTA-ba, mert hát ennélkül zsarukat leállni kicsit nehéz, de ennek nem sok értelme. Ups, nekijöntem. Nincs visszatolni. Ja, nem kell visszatolni, jó. Most az a baj, hogy ezen csak húzzák az időt, és nem lehet elnyomni. Ez gonosz. Vagy csak én nem tudom elnyomni. Az is lehet. Most ezt végig kell nézni. Jaj, de jó. Aranyos autómosom. Milyen szépen végig megy a kocsin. Most nézem. Követi a vonalakat. Ez tetszik. Mondjuk az biztos, hogy az oszlop átmegy a fúvókán. Átmegy fúvók előtt, de a fúvók átfúj rajt. Az kicsit fura. Hát istenem. Jó, ez is. Oldalt is. Elől hátul. Ja, azt megcsinálta a felső. Aha, ennyi jó. Megszállítani nem kell, majd megszárad, úgyis tépek vele kétszer az. Kicsit be van törve az oldala. Ah, kit érdekel. Jó, ez. Vlad nem érdemel jobbat. Most az elejét is betörtem egy kicsit jó van. Ja, nem is erre kell menni. Hoppá. Eltévedek. Jó, erre kell. Nem rossz, hogy olyan lassan tervez újra a GPS. És nem fogja fel, hogy én idő vagyok és véletlenül elkanyarodtam. Jó, szépen fék, ezek ne törjem össze jobban, akkor visszaküld. Ami nekem nem jó, mert nem akarom ezzel húzni az időmet. Ez az... Jó. Itt most ne csesszem el. Hú, ez közel volt. Ez... Na, jó, opa, kicsit pattant az eleje, de jó, oké. Ez még úgy tűnik, nem nagy gáz. Na, itt van a garázs, oda be kell. Valahol szép volt, ez most szép kis sodródás. Oké, befordulok. És ott a garázs. Tök üres garázs, nincs benne semmi. Na, mindegy. Na jó, hát ez ennyi út. Na hát kérem azt a kocsit, már lustra gyalogolni. Ötös! Átesett az ajtón. Szóval puff! Ez csak nehéz ezt a... Jó pofám, bassz, ez kiesik. Hopsz, ott egy ajtó. Mindegy, jobban szellőzik. Geci. Erre kéne menni? Jó, oké. Ez az autó egy rakat szar. De szó szerint, hát ez. Lassú, lomha, ronda is. Hát mondjuk annyira. Nem, de azért egy kicsit odabaszós a ronda. Oké, akkor el kéne mennem Vladhoz. Vlad. Jó, most akkor... baszki, ez egy telefon volt. Hoppá, nem baj, előfordul. Wake up, you moron! You
saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey. Hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives the fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Falsin. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Falsin will be very angry with you and your cousin. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about it. Hát jó, ki kell gyűlöm szegény csávot. Hoppá. Jó, akkor román garázs. Most megyek ezzel. Ez egy szar, de hát... Most Isten, a másik még rosszabb. Hanem. Wow, rendőr bácsi. A rendőrt nem szavar, hogy majdnem elütötték. Tényleg. És távileg ott van a csáv, és épp rabolja ki románt. Ó, és megpróbál megszokni, kapd el? Ó, hát persze. Teljesen logikus. Az arany is kírja a játékai jármű tökéletes irányításához, használd néha az S billentyűt. Hát igen, néha nem árt fékezni. De mire elkadta ki a laza, mint én, annak nem kőfék. Elég a kézifék. Hát nem. Hol lett? Ha nem is látom, le fog hagyni. Ez nem jó. Azt ki miért ez a szarra jöttem, lopni kellett volna valami sokkal jobban. Ó, ott megy. Milyen üres az utca. Ja, meg küldi van. Nem köcsög a játék, nem is promóta autókat. Úgy tűnik. Aztán mindjárt kamion. Gondoltam. Jó, nem sokára utolérem. Mondjuk úgy se kell utolérni, mert bemenekül az építkezésre. Az építkezés, csak ugyan, hogy tudom. Na, ott az építkezés, ő ott bemenekül, és utána gyalog kell. És persze, hogy két kamiont ide rak elém. Csak kicsit még nehezítse a dolgot. Szépen leparkolok. És szaladhatok utána. Gyorsan másszunk fel a létre. Ott megy. És kaphatnám. Tök gyorsan. Hát igen, Amerika mindenki dagadt és lassú, de ez nem mindig igaz. Na igen, és most a játék egy kicsit megszívott, ugye jól lemaradj tőlem. Mert most is szépen mutatja, hogy itt éppen átparkulozik egy másik házra, átugrik, és míg ezt a végignézed, nem mehet. Ami azt jelenti, hogy egy darunyival le vagyok maradva. Vagy többen. Pedig majdnem elkaptam már. De mindegy. Jó, mondjuk... Úgyis a vége szkriptelve van, amit majd meglátok, most nem lövöm el. Meg ő, meg tényleg lassú, még csak ott van. Na, ezen is át kell mászni. Persze két asz közé tettek egy ilyet, ami bármikor szétesett, de most komolyan nem. Ez fura. Na, itt is van. Akkor döntsd el, mi legyen Iván sorsa. Na hát ezen gondolkodhatunk. Na, oda kéne menni, hogy megengedj, és nem akarok leesni, mert szó, ott van, hogy itt szépen próbáltam, hogy túlléptem, azt megdöglöttem, leestem.
Na, szépen ki kell találni, mi legyen Ivánnal. Hát igen, most itt lehet dönteni, mit csináljon. Nem lövöm el melyiknek, mi lesz a következménye. Én speciál le fogom lökni. Miért? Azt nem mondom meg. De most így választom. Eddig egyébként mindig megmentettem. Vagy talán egyszer nem. Ja, na most én le kéne jutni. Erre le lehet. Nincs létre. Aha. Na most róla fel kell hívni. Ja. Hát erre sem tudok kimenni, ott meg fal van. Akkor mégiscsak itt kéne lemennem. Aha. Ja, itt lépcső. Szépen lelépcsőzök, és akkor hova? Itt hova? Át a másik az, hogy itt le. Persze, ezt szóval nem sebez be. Ja, ó, oh, mégis aranyosan érkeztem le. Na, ez itt nem, itt fal van. Hát, próbálok ráugrani arra a kék szarra. Na, ugorja. Jaj, na, ugorj, jó. Állj, ez túl men... Jó, oké, nem sebzett. Na, ez jó, ez jó. Oké, ez így kellett, úgy tűnik. Ott egy... Jaj, Jacob. Na, hát akkor mehetünk Little Jacobnak küldizni. Ah! És elüt. Te kaci. Ah, igen, azt tett kemény, hogy inkább adod a kocsidat. Szia! Na, jó, oké, akkor megijedtnek a rendőröket. Jaj. Jó, mindegy, ezt gyorsan lerázom őket. És nem olyan húzós helyzet, hogy jönnek utánunk. Utánam. Mi volt ez a király többes? Jó, már le is vannak rázva. Nem különnek senkinek. Jaj, bekapcsoltam a rádió. Már ki is kapcsoltam. Roma hív. Opa. Látjátok? Ezért nem szabad vezetés közben telefonálni. Neki megyünk mindennek. Jaj, Istenem, olyan gyökér román. Van az a Bruce is, akit majd kicsit később fogok megismerni. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool in an acre. A boy for creep before him can walk. You know? Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Oh, okay. Akkor. Nagyon Jacob. Húzzunk bele. Olyan értetetlenül tud beszélni. De én nagyon bírom. Kicsit fura, de mindegy.
Na itt vagyunk. Akkor hátra kell mennem. Igen. Hát ő annyira lassú, hogy még ilyen kis szívja. Kitöröm az ablakot. Mert hát ez a gondja szög, ez minden betarít. Jó, hátsó kijárat. Oké. Okay. Ja, most megállok. És várok. Jé, Jacob. Hát igen, persze, hogy menekülnek hátul, hát ez logikus, csak azért, hogy én öljem meg őket. Hogy szaladnak a kis geci. Megdögletek! Wow, te kemény vagy, igen? Na még egy maradt, nehogy elszökjön. Ez túl könnyű út. Na, akkor pisztolyát felveszem, mert azért kell a lőszer. Jaj, rossz fele indul el. Ez olyan jó az irányítás, a G24-be tényleg. Jó, azt is csukd be, Nico, ügyes vagy. Jól van. Ops, véres lett a gumi, de már le is jött róla, ott szalad valaki, de azonnal csak egy járók elő. Na, itt van Jacob. De rossz a fék. Jacob, áó! Itt vagyok. Na, ha is jó van, ügyes vagy. Még SOS jelzést is adok neki dudával. Most megyünk gyűjtögetni, vagy... Na mindegy. Nem erre. Ne. Figyeljétek, hogy füst az ablak, hát ez a fekor nagyon keményen küldi a cuccot. Ölj egy fa! Igen, én ma bezavarodok tőle. Hogy füstö a kocsi baszkét, ez nagyon durva. Azt mondta náci. Jó, biztos nem, de nagyon úgy hangzott. Bár lehet, tényleg azt mondta. Én ezt a földgömböt eddig nem is vettem észre ott. Na mindegy. Na akkor itt vagyunk, itt lehet egy kicsit majd lövöldözni. De jó is lesz. Jó, olyan jó is lesz. Na ajtót nem csukom, a minek hadsz előzzön a kocsi. Na ide be kell állni. Q. Q, oké. Beállok fedezékbe. Hogy berúgja, milyen kemény. Ebből jön valaki keményülni, nem tudok kihajolni. Na, miért nem tudok? Nem tudok lőni se. Baszki. Na, kicsit. Na, végre. És lövi az ajtó, tehát ez nagyon normális. És nem táraz. Hát, ő keménynek nem kell. Jó, hol van? Ott van. Headshot. Headshot. Meg mi vannak, nem? De, ott van. Na, nem tudok lőni. Mi most lőtt be az ablak? Nem tudom, hányat lőttem ma, most lőtt be az ablak. Már bemegyek azért. Aztán, azért nem járja. Jó, az ajtót lövöm. És kiáll meghalni, hát ez hülye. Jó, játék most mutatja be nekünk a medikidet. Ami, ahogy én nézegettem, nagyon kevés helyen van. De most gyűjtök egy kis lőszert. Hát van szokott. Mi ez? Kanapén. Felszem a medikidet. Jó van, full élet. Jacob, takarodjál már. Na, mindenre hogy át tudok mászni, de jó. Na, ajtó. Most csak neki kéne ide érnie. Ja, mit az zárodott be a kocsi ajtó? Azt én nyitva hagytam. Ez úgy érdekes. Bocsi. Úgy vagyok, hogy nekem sétálnak az emberek. Látják, hogy megyek, de ő is sétál. Csak szerencséje lesz. És ez megint szív. Basszus. Lehet, az olyan, mint a gyárkémény erre a csávóra hatszorosan igaz. Nagyon kemény. Myself a long time ago. For real. I know you're right, you know, brother.
Jó, nem hagytam neki, hogy végigmondja. Hát itt is vagyunk. Megérkeztünk. Ja, jól van. Egy nyújtózkodás volt itt benne a végén. Jó van, akkor ő bemegy. És most bemegyek én is. Mert rohadtul kíváncsi vagyok rá, hogy mi van benn. Jó, most becsuktam az ajtót. Mi van itt benn, hogy ő ide jön mindig? Aha, ennyi. Egy lepukkant kis söröző kocsma. Hát jó, oké. Okay. Aj! Anyukádat, most nem bántalak, mert most nem vagyok olyan kedve, meg ott a rendőr. Na jó van, emberek, köszönöm a figyelmeteket. Hát akkor sziasztok, majd jelentkezem a kövivel.